Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai magyar nyelv és irodalom órán. Kormányos Katona Gyöngyi, a Zentai Petőfi Sándor általános iskola magyar tanára vagyok, és a mai óra keretében irodalommal foglalkozunk. Egy irodalmi műnek a megismertetésére vállalkoztam, amely ajánlott házi olvasmány, és úgy vélem, hogy a tanulók a Pál utcai fiúk mellett 6. osztályosként ugyanúgy kedvelik ezt az ifjúsági regényt is. Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című kisregényéről van szó. Ez a kisregény töretlen népszerűségnek örvend, fiatalok és idősek körében egyaránt már 130 éve. 1876-ban írta az író a könyvet, ekkor adták ki, de még a mai napig is olyan aktualitásokat dolgoz fel, amelyről nagyon szívesen beszélnek fiatalok, idősek egyaránt. A főhőse egy 12 éves árva fiú, Tom Sawyer, aki mindig valamilyen csintalanságon, turpisságon töri a fejét. Hát az ő történetével fogunk most megismerkedni. Előtte azonban szeretném, hogyha röviden megismernétek az író Mark Twainnek az életrajzát is. Őt láthatjátok már idősebb korban a képen. Aki elolvasta a Tom Sawyer kalandjai című könyvet, akkor megérti az író idézetét is. Ha felismerjük végre, hogy minden ember őrült, egy csapásra világossá válik előttünk minden rejtély. Maga az író is kalandos életet élt. Amit tudni kell róla, hogy 1835-ben született és 1910-ben halt meg, tehát a 19. században született és a 20. század elején halt meg. És nem is ez a valódi neve, ez csak egy kitalált művésznév, amerikai író, újságíró és humorista is egy személyben. Az igazi és eredeti neve Samuel Langhorn Clemens volt, és az öt világrész egyik legnépszerűbb és legrokonszenvesebb írója, akiről azt mondják, hogy a sors küldte őt az emberiségnek. Hát miért? Azért, mert amikor született 1835-ben, abban az évben a héli üstökös közelített a földhöz, majd 1910-ben egy nappal Mark Twainnek a halála előtt a héli üstökös ismét belépett a naprendszerünkbe. Egyébként egy elszegényedett családról van szó, 7 gyermeket nevelt ez a család, ebből a 7 gyermekből 3 még gyermekkorban meghalt, Mark Twain pedig a 6. gyermek volt a családban. Ezt követően, amikor édesapját is elvesztette 12-3 éves korában, a bátyja, idősebb bátyjának az egyik bátyjának a cégénél helyezkedett el újságíróként, gyakornokként, mivel a testvére egy újságíró céget vásárolt. És itt kezdett gyakornokoskodni, szárnyait bontogatni Mark Twain. De nem csak újságírással foglalkozott. Itt is egy időskori képet láthattok róla. Szerb Antal, neves irodalomtörténész említette, hogy Mark Twain maga a gyermekirodalom Shakespeare-je. Írói álnevének ötlete a hajós nyelvből jön, a mélységmérő rúdon a második vonást jelentette. Volt nyomdász, hajókormányos a Mississippi folyón, kipróbálta az aranyások életét, és utána megállapodott az újságírásnál gyakran tudósított hírlapokba. Sok könyvet írt, de igazából csak a gyermekkönyvei maradandó, például Tom Sawyer kalandjai, amelyről most itt szó van és szó lesz, Huckleberry Finn, Koldus és Királyfi, amelyből úgy szintén film készült, egy Jenki Arthur király udvarában. Nézzük, hogy mit is tudunk, vagy tudtunk meg röviden Tom Sawyer írójáról, Mark Twainről. Tehát mi volt az író álneve? Mark Twain vagy Samuel Langhorne Clemens. Mit jelent az író nevében a Twain szó?
helyezés az aranyások között, vagy a mélységmérő rúdon a második vonás. Milyen foglalkozásokat próbált ki az író a regény és újságíráson kívül? Hajós Inas és Aranyássó, avagy földműves Schuster Inas volt. Milyen nemzetiségű volt, angol vagy amerikai? Hát itt nem mondtam el az imént, hogy az Amerikai Egyesült Államokban született, de hát a Mississippi folyóról azért talán már ki lehet következtetni. És nézzük a megoldásokat. Mi volt az író álneve? Mark Twain. Mit jelent az író nevében ez a szó? Említettük, hogy a mélységmérő rúdon a második vonás. Milyen foglalkozásokat próbált ki az író a regény és újságíráson kívül? Hát volt Hajós Inas és Aranyássó is. És ugye azt is említettük, hogy a nemzetisége amerikai. Térjünk át magára a kis regényre, tehát röviden. A regénybeli Tom Sawyer és Huckleberry Finn karakterének megalkotásához az író saját élményéből merített. Ha hiszitek, ha nem, a főhős nevét egy valódi fiúról, Tom Sawyerről kapta, akivel az író San Franciscóban találkozott, amikor ott dolgozott újságíróként. Maga a szereplő három fiúnak a keveréke, akikkel az író kiskorában találkozott és együtt nőtt fel. Itt néhány filmkockát láttok, jelenetet a filmből, mert hogy a kisregény meg is filmesítették. Számos olyan epizódja van, amely a kiskönyvet világhírűvé tette, például a kerítésfestés, vagy eljegyzés Bekivel, a kedvesével, a temetőbeli látogatás, a gyilkosság, izgalmas barlangtúra, és szökés a szigetre. Mindezekről majd itt most hamarosan szót is ejtünk. Nézzük meg, hogy ki is volt, és milyen jellemű volt maga a főhős. Hát említettem már az elején, hogy mindig valami turpisságon törte a fejét, Tom Sawyer lázadó volt, ez az igazság. Tehát kamaszfiú, tehát 12 éves korában ismerjük itt meg a regényben, kalandvágyó volt, mindig valahova utazott volna, ment volna, tehát nem bírt egy helyben ülni. Aztán vezéregyéniség is volt, ezért felnéztek rá fiúk és lányok egyaránt, annak ellenére, hogy csintalan is volt. Aztán igazán mondhatjuk, hogy bátor is volt, valamint vakmerő, ez majd hamarosan ki is derül a történetből, hogy miért. Öntörvényű, amit ő elhatározott, annak mindig úgy kellett lennie, de emellett álmodozó is volt, és romantikus is. Tom családjáról azt kell tudni, hogy őt Polly néni nevelte, Polly néni édesanyjának a húga volt, Polly nénike, és velük élt Sid nevű öccse, vagyis inkább a féltestvére, valamint ott élt Méri is, az unokanővér. Polly néni nagyon sokat küzdött azért, hogy a komisz kölyökből, a vásott kölyökből egy rendes, jóra való fiút neveljen, Sid pedig mindent megtett azért, hogy leleplezze magát a szereplőt, Tomot. Föl is olvasnék nektek egy-két részletet ehhez kapcsolódóan. Az idős hölgy a nyitott ajtóhoz lépett, és megállt a küszöbön, úgy nézett el a kert paradicsom tövei és csattanó maszlagja fölött. Tom sehol, így aztán megemelte hangját, hogy messzire hordjon. Tomom! Nesz támadt mögötte, és az idős hölgy éppen jókor fordult meg. Még elkaphatta a kisfiú gramancát. Tessék! A kamra eszembe se jutott, mit kerestél ott? Semmit, semmit, nézd a kezedet, nézd a szádat, mi ez a maszat a szádon? Honnan tudja a ménikém? Elég, ha én tudom, lekvár, igaz-e? Nem elmondtam 77-szer, hogyha nem hagysz békét annak a lekvárnak, megbúbollak?
Add csak ide a nádpálcát. A pálca a levegőben táncolt, vészes volt a helyzet. Né, csak oda néz, néni! Az idős hölgy sarkon fordult, s amint a szoknyáját összekapta, a kis csibész kisuttyant mögüle, átszaladt a kerten, felkapott a palánkra is eltűnt. Polli nénikéje állt és csodálkozott, aztán elfakadt nevetve. Akasztófára való, de én nekem is, hogy nincs több eszem, nem rászedett már százszor. Hát ilyen volt Tom, például amikor lekvárt Csenta az éléskamrából, és itt közben láthatjátok a könyvet is az egyik kiadásban. Tehát egy nagyon huncut és mindennel, minden hájjal megkent fiatal emberről beszélhetünk. Tehát Tom a lekvár csenés mellett például elkövette azt, hogy fekete cérnával varta vissza az ingallért, vagy ugye itt említettük a lekvárcsenést, de büntetésből kapott egy kerítésfestési feladatot, egy 30 méter hosszú, majdnem 3 méter magas kerítést kellett kifestenie egyedül, de itt is túl járt Polli néninek az eszén, mert úgy adta el a történetet a pajtásainak, hogy milyen jó mulatság kerítést festeni, és a végén több kis pajtása is oda sereglett közé és köré, és Tomnak ajándékot, különböző kincseket adtak azért, hogy festhessék a kerítést. Például kincset kapott papírsárkány, 12 golyót, egy fél szájharmonikát, egy darab kék üveget, egy cérnaorsót, lakatkulcsot lakat nélkül, egy pár ebihalat, egy félszemű kölyökmacskát, egy részkilincset, valamint egy nyakörvet kutya nélkül. És utána még Polli néni csodálkozott is, hogy milyen rövid időn belül, és milyen gyorsan meg tudta oldani a feladatot, és Tom kifestette a kerítést, miközben ismét túljárt a néni kéje eszén. Tomnak volt egy nagyon kedves jó barátja, Huck személyében. Viszont mindig Tom volt az, aki az éllovas, tehát láthatjátok Huckot a pipával a szájában a képen. A regény főhősen, akin valójában a fókusz van, Tom, tehát mindig valami izgalmat keres, kalandot keres, tehát egy nagyon életre való gyerek, de hasonló tulajdonságban Huck is. Ő az, aki mindig Tom árnyékában kullog, árva fiú, akire azt mondják a felnőttek, hogy nem szabad vele barátkozni. Egyébként nagy-nagy a szabadságvágya, nem véletlenül, hiszen mint árva fiú nem is házban él, hanem egy hordóban húzza meg magát, de ennek ellenére nagyon izgalmas kalandokat élnek át ők ketten együtt. Milyen is Hucknak a kinézete? Hát általában ócska, felnőttektől levetett kalapot visel, cipőt olykor, ha van kalapja, az is rongyos, a nadrágja kirojtosodott, és jellemző rá a bokáig érő kabát. A fiúk, még ugye a 19. században, amikor megjelent maga a könyv, tehát a fiúk is, meg a rabszolgák is hittek a babonákban. Hittek abban, hogy a szemölcsírtás, vagy pedig az elveszett golyóknak a visszaszerzése csak is varázsigékkel képzelhető el. És ragaszkodtak az ördögök kísértetek létéhez is, és tudták például itt a regényben is, hogy ki az igazi boszorkánya városban. Ez kiderül a kis történetből, hogyha elolvassátok. Különböző szemölcsírtó mondatokat mondtak, menj el, bab, vidd el az én szemölcsömet. Vagy ördög, menj halott után, macska, menj ördög után, szemölcs, menj macska után, többet ne is lássalak. Hát mi köze a szemölcsírtásnak ehhez a regényhez? Mindjárt erre is fény derül. Ugye említettem már, hogy a fiú különböző kalandokba keveredtek mindig. Hát a szemölcsírtás is kötődik az egyik kalandjukhoz. Tom és Huck egyik éjjel a temetőbe indultak szemölcsöt írtani, de a temetőben egy gyilkosság szemtanúivá váltak.
Azt engedjétek megjegyezni, hogy az író is maga gyermekkorában látott gyilkosságot, tehát innen is egyrészt az élmény, de magát a gyilkosságot is gyerek szempontból nagyon jól megírta az író a történetben. Indian Joe, akit itt láthattok a képen, megölte az orvost, és Muff Potterre fogta a gyilkosságot. És magát a gyilkosságot csak a két fiú látta. Indian Joe nem észlelte azt, hogy a gyilkosságot a két fiú látta volna. Tehát ott láthatjátok a fiúkat Muff Potterrel, Tomot és Huckot. Nagyon megijedtek a fiúk, amikor a gyilkosság szemtanúivá váltak, és esküt tettek arra, hogy ők soha senkinek, semmilyen körülmények között nem mondják el, hogy ki volt az igazi tettes. Tom tele lett szorongással, félelemmel, egy hétig nem aludt a gyilkosság után, és lázálmok gyötörték. Itt is szeretnék egy-két mondatot idézni ezzel kapcsolatban. Muff Potter tárgyalásán újra lázba hozta a városka lakóit. Muff Potter a tárgyaláson sápadtan, soványan ült a vádlottak padján. Az ellene felhozott vádakat és a tanúk meghallgatását mindenki csodálkozására Potter és védőügyvédje is szótlanul hallgatták végig. És az első tanú így nyilatkozik, miközben nem is volt tanú valójában, csak a két fiú, de így nyilatkoztak. A gyilkosság napján kora hajnalban Muff Potter a patakban mosdott és azonnal tovaosont, amint észrevett engem. A másik tanú. A hulla mellett találtam egy kést, amit rögtön felismertem. Muff Potter kése volt. A harmadik tanú így nyilatkozott. Esküszöm, hogy az a kés, amit a holttest mellett találtak, régóta Muff Potter tulajdonában van. És a negyedik tanú. Muff Pottert láttam a gyilkosság után a temetőben, zavart volt, nagyon gyanúsan viselkedett. Ezek után nem volt kétség, hogy Muff Pottert elítéli a bíróság, akasztás általi halálra ítélték, viszont Tom a legvégén megszegte az esküjét, és a bírósági tárgyaláson az utolsó pillanatban leleplezte Indian Joe-t, és ezzel megmentette az idős úr életét az akasztástól. Tomot ezután hősként ünnepelte az egész város. Hát említettem, hogy különböző kalandokba bocsájtkoztak, tehát további kalandok is vártak a fiúkra, ugye ismerték a kalandos élet minden fortéját, a kalóz és rabló élet törvényeit, mert hogy kipróbálták a kalóságot is. És eltalálták, hogy ők kincset keresnek, kincsvadászok lesznek, két bűnöző nyomába eredtek, és útjuk egy kísértett házba vezetett. A fiúk kincset kerestek a kísértett házban, már majdnem megvolt a kincs, de nem volt szerencséjük, mert sajnos az orruk elől elvitték a kincset, de a regény végén kiderül, hogy mi is lehet ennek a kincsnek a sorsa. Ugye itt láthatjátok a fiúkat, amint például kalóznak, indulnak egy szigetre, mert hogy a fiúkhoz csatlakozott Joe is, és már háromasban indultak a Jackson szigetre. Egy fatörzsre neveztek át a folyón, és 4 napot töltöttek magán a szigeten. Miközben ők még a szigeten oda voltak, de mindenki azt hitte a saját kis városukban, hogy a fiúk meghaltak, hogy valami nagyba érte őket, és hogy sajnos a fiúk soha többet nem térnek vissza a házukba. Polly néni siránkozott is, és képzeljétek el, hogy Tom egyszer visszatért a 4 nap alatt, de úgy, hogy Polly néni nem tudott róla, és elrejtőzött a házban. És kihallgatta Polly néninek a beszélgetését, Polly néni és Méri beszélgetését, és Polly néni nagyon pozitívan nyilatkozott Tomról, és Tomnak megtelt a szíve szeretettel. De nézzük csak, hogy hogyan is vélekedett Polly néni Tomról. Nem volt rossz gyerek, már amit a rosszon érteni szoktak.
ha sokat rosszalkodott is. Csak szertelen tele élénkséggel, olyan volt, mint egy kis csikó. Semmit sem csinált rossz akaratból, és a szíve igazán aranyból volt. És Tom negyedik nap után úgy dönt, hogy hát mégis hazatérnek, miközben már meglepetésükre, a saját gyász ünnepségükre toppannak be, azért, mert az egész falu őket halottnak hitte. A nagy tiszteletű úr a továbbiakban megható mozzanatokat idézett fel az életükből, amelyek egytől egyig azt bizonyították, milyen érző szívűek és nagylelkűek voltak a megboldogultak. Búsongott is a gyülekezetet tanulságon kellőképpen, és kikibántak eservesen, hogy annak idején csakis a komisságot, a nadrág szíra érdemes tettet tekintette benne. Maga a nagy tiszteletű úr is elérzékenyülve fönn a szószéken beszélt. A karzaton közben mocorgást támadt, amit nem hallott senki, de egy pillanattal később, mikor a templom ajtaja is megnyikordult, a nagy tiszteletű úr felemelte arcát könnyes zsebkendőjéből, és kővé merett. Szemét egy, majd két, majd több tétova tekintet követte az ajtó felé, s egyszerre, mint egy varázsütésre, mindenki felkelt a helyéről, s úgy nézte ámulón a halottnak itt három fiú bevonulását a padsorok között. Előjött Tom, utána Joe, hát pedig mint a féle rongyos zsák leghátul. A karzaton bújtak meg, onnan hallgatták tulajdon búcsúztatójukat. Hát ez is bátorság kellett, hogy eltűnnek, nyilvánítsák őket, és utána ők betoppanjanak az utolsó pillanatban. Azonban említettük, hogy hát romantikus is volt Tom, mert hogy szerelmes lett Thatcher bírónak a lányába, új kislány érkezett az iskolába, és annak ellenére, hogy Tom vezéregyéniség volt és népszerű a fiúk, lányok körében, mégis volt egy fiatal lányka, akire ő különösen fölfigyelt, és hát szerette volna, hogy ez a fiatal lány is kitünteti Tomot a bizalmával. Nagyon felkészületlenül érte Tomot az ismeretlen lánynak a megjelenése, és pillanatok alatt a szíve hölgyének választotta, ő volt Becky Thatcher. Becky Thatcherrel is kalandba keveredtek. Becky egyébként meg is haragudott egy picit Tomra, amikor kiderült, hogy Tom Becky előtt egy másik kislányt kedvelt, Amy-t. Ugyanakkor Tom annyira kedvelte Becky-t, hogy amikor a kislány elszakította véletlenül az iskolában a könyvet, a könyvnek a lapját, akkor Tom magára vállalta ezt a tettet, és ő kapott verést a kislány helye. Később Becky-nek az édesapja, Thatcher bíró, amikor kiderült ez a történet, akkor meg is jegyezte, hogy ez egy nagyon nemes cselekedet volt Tom Sawyer részéről. Ellátogattak egy kirándulás alkalmával a fiatalok egy barlangba is. Ők be is mentek a barlangba, bemerészkedtek, egyre beljebb és beljebb, és a legvégén eltévedtek a barlangban. Több mint három napig voltak a barlang foglyai, mindenki kereste őket a településen, az egész falu, de nem lelték a nyomukat, és mindenki azt hitte már, hogy Becky és Tom odaveszett. Tom leleményessége és lélek jelenléte azonban megmentette őket a haláltól. És képzeljétek el, hogy ez a barlang a mai napig is megvan, és Mark Twainnek a tiszteletére nevezték el. A barlang bejárata fölött az író nevét is megtalálhatjátok, mert hogy ő tette híressé a barlangot. És mivel egy nagyon kedves történetről van szó, hát azért izgalom is kell még a végén. Ugye kiderült, hogy Indian Joe is a barlangban volt, aki ott ragadt, ezt látta Tom is, és ott lelte halálát. De ami nagyobb öröm volt Tom számára, az az, hogy magával vitte Indian Joe azt a kincset, amelyet szerettek volna megtalálni a fiú, és mivel ők tudták egyedül, hogy a barlangban rejtett el Indian Joe a kincset, a fiúk a barlangba visszamentek, és ezáltal, hogy a kincset megtalálták, gazdagok lettek.
Huckot magához vette egy özvegyasszony, és megfürdette, gondoskodott róla, akár egy anya gondoskodik a fiáról. Hát Huck ezt 3 hétig tűrte, és utána megszökött. Nem bírta tovább a kultúrát, civilizált életmódot. És nézzük még Tom jellemfejlődését a regényben. Tom ráébred, hogy milyenek a felnőttek, hogy a felnőttek világa gonosz és erőszakos, erre különösen Indiana Jones-nak a tette ébreszti rá. És az a fiú, aki bajkeverő volt és szertelen, egy idő után bátorrá, becsületessé válik. Mókás, izgága és tele volt szabadságvágyjal, miközben már ott volt a felelősségérzet is, mert hogy Becky iránt is, valamint Huck iránt is felelősséget érzett. És annak ellenére, hogy öntörvényű volt és célra törő, tiszta szívű és jólelkű is volt, mert mindig segített a barátaim. És néhány pillanatképet engedjetek meg, hogy itt vetítsek nektek. Az Újvidéki Színház is feldolgozta a Tom Sawyer című könyvet, illetve hát Magyarországon is több színpadi mű született a kötet kapcsán. Itt egy-két feladatot láthattok még, tehát ugye az lett volna a lényeg, hogy a Tom Sawyert hogyan nevezték a könyvben. Tom Sawyer volt a spanyol vizek fekete réme, Huck Finn a véres kezű, és Joe Harper pedig a tengerek haramiája, mert hogy különböző beceneveket adtak saját maguknak. Mindennaposak voltak a csíntevései, itt különböző feladatokat kerestem ki nektek, hogy milyen csíntevésekről is lehet hallani magában a könyvben, a történetben, hogy melyik az igaz és melyik a hamis. Nézzük a megoldásokat, és akkor úgy fogom felolvasni nektek. Például Tom kockacukros csend Polly néni kamrájából ez a megoldás hamis, mert lekvárt csend. Utána fekete cérnával varta vissza az ingallért, ez igaz. Az is igaz, hogy 30 méter hosszú és majdnem 3 méter magas kerítést kellett festenie, és hogy egy patkányt adott Tomnak a kerítés festésért cserébe Johnny Miller. Tom jutalmul egy süteményt kapott a kerítés festésért Polly nénitől, ez nem igaz, hamis. Viszont az igaz, hogy 9 sárga, 10 vörös és 10 kék cédulát vásárolt a társaitól. Hamis az, hogy Thatcher bíró azt kérdezte Tomtól az iskolában, hogy ki volt Dávid és Góliát. Tehát ezekkel a feladatokkal le tudjátok majd ellenőrizni a saját tudásotokat is. És akkor magában a könyvben, amikor már elolvastátok, ki lehet térni arra is, hogy mi az, ami például helyes volt Tom viselkedésében? Vagy mi az, amit ti Tommal ellentétben egészen másképp csináltatok volna? Van-e Tomnak és barátjának lelkiismerete a sok csintalanság elkövetése ellenére? Vagy amikor Becky elszakítja a tanár úrnak a könyvét, Tom azt mondja, hogy ő tette, miért cselekszik így? Ti vállaltatok-e már magatokra hasonló tettet? Vagy amikor Tom eltéved a barlangban Beckyvel, és az utolsó gyertyájuk is elég, Tom nagyon föltalálta magát, leleményes volt. Ti mit tettetek volna az ő helyében? És mit csinálnál például, ha egy zsák aranyat találnál? Tehát mindezekre a kérdésekre választ lehet kapni, és ti is választ adhattok. Legvégül szeretném felhívni a figyelmeteket arra is, hogy megfilmesítették a kisregényt. Különösen nagyon érdekes a német kalandfilm, amely 2011-ből való. Miután elolvastátok a könyvet, mindenképpen ajánlom, hogy nézzétek meg a filmet, nem fogtok csalódni. És a kalandozások sora ezzel a kötettel nem ért véget, mivel az író folytatja Huckleberry Finn kalandjait egy másik kötetében. Hát itt láthatjátok Huckleberry Finnt is.
Ez a történet nagyon kiváló arra, hogy beszélgessetek még a barátságról, mit jelent a barátság szó, mit jelent, ha valaki igazi barát. Továbbá biztos, hogy ismertek ti is olyan családokat, gyerekeket, akik árvaként, félárvaként nevelkednek szülőknél, nevelőszülőknél. Hát ezekre a kérdésekre is választ tudtok adni. Röviden megpróbáltam lényegre törően összefoglalni Tom Sawyer történetét, nagyon izgalmas kis könyv, ajánlom a figyelmetekbe. Köszönöm szépen ma is megtisztelő figyelmeteket és türelmeteket, a viszontlátásra!